A pletykás asszonyok. Élt a faluba egy favágó. Az erdőre járt fát vágni. Egyszer hazafelé bement a kocsmába. Azt mondják ott neki az emberek. A koma, a sógor, a szomszéd. Te, Jankó, tudod-e, hogy a te feleséged egy olyan pletykás asszony, hogy még a környéken sincs olyan? Azt mondja erre Jankó. Ide figyeljetek, emberek! Csak az én feleségem egyedül pletykás, a tietek nem? Nem bizony. Úgy megpártolta minden ember a feleségét, mint annak a rendje. Azt mondja Jankó. Ide figyeljetek, emberek! Én egy nap alatt be fogom bizonyítani nektek, hogy az egész falu asszonya egyforma pletykás. No, hazament Jankó, egy szót se szólt a feleségének, és szép csendesen lefeküdtek. Reggel kelt az asszony kimentetetni az állatokat. Jankó meg addig bevitte tojást a dunna alá. Megy be az asszony, Jankó az ágban. Te, Jankó, veszed teremtette a fajtádat, hát te még most is abban az ágban gubbasztasz. Hát már a hasadra süt a nap, pajtásaim már rég elmentek az erdőre, már nem éred őket utol. Ej, asszony! Azt mondja, én ma nem mehetek az erdőre. Olyan nagy dolog történt velem az éjszaka, de nem merem nekem nem mondani. Mondd már meg, mi a fene lett veled? Csak nem a boszorkány nyomtak meg? Jaj, tám még attól is rosszabb. Hát nyom már ki, mi a bajod abban az ágyban? Jaj, asszony, s kihúzza a tojást. Nézd csak, ezt tojtam az éjszaka. Hű, hallod-e, ember? De el nem mond senkinek? Dehogy mondom, hát mióta a feleséged vagyok, soha nem pletykáztam, a világért sem mondom meg senkinek. Megy be az asszony a konyhára, de kifelé már azon jár az esze. Hát ezt már mégis el kell mondani valakinek, hát ezt már mégsem lehet eltűrni. Veszi a karjára a vizet, megy ki. Néz az egyik szomszédba is, néz a másik szomszédba is. Az egyik szomszédból jön ki az asszony. Te, Mari, te, gyere csak ide! Mondok neked valamit. Mit te? Jaj, mi történt nálunk az éjszaka? Micsoda? Jankó tojt. Mit csinált? Tojt. Hát az mit? Rendes tojást, tyúk tojást. Hát az mennyit? Egyet. Nem elég az? Jaj, szomszédasszony, de el nem mondja senkinek, mert Jankó engem agyonvág. Dehogy mondom, hát tudja, hogy milyen jó szomszédasszonyok voltunk mi, hogy soha nem pletykáztunk, ugye? Hát nem. Jaj, aztán az is gondolja, hát ezt már mégis el kell árulni valakinek. Bemegy a házba, gyorsan felöltözködik, a kendőt a nyakába tette, na, azzal elindult a komám asszonyához. Az meg elindult a nász asszonyához. Az is felvette a pruszlikját. El a másik sorra. Hát ez így ment egész nap. Jankó meg csak feküdt az ágyban, nem tudta, hogy halad a pletyka, alig várta már az estét. Este aztán felvette a nadrágot, kabátot, el a kocsmába. Bemegy a kocsmába. Mindenki rábámul nézik őt. Mi van, emberek? Miért néztek így rám? Miért bámultok így rám? Jankó, hát te itt vagy? Hát itt? Hát hol kellene lennem? Azt beszélik, hallod-e a faluba, hogy te százat tojtál, hogy ki is költötted a csirkéket, hogy 45 érce meg 45 kakas lett. Tíz meg, hogy bezápult. Ez beszélik-e? Hát ez? Hát ide figyeljetek, emberek. Én egyet tojtam huncutságból. De 99-et a ti asszonyaitok tettek hozzá. Hát egy nap alatt bebizonyítottam nektek, ahogy megmondtam, hogy az egész falu asszonya egyforma pletykás. Na, ide a liter bort! Ettek, ittak, jól mulattak, ma is érnek, ha meg nem haltak.